Sátoraljaújhely önkormányzata már az elmúlt években is nagyon sok fiatal felsőfokú tanulmányait támogatta a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázat keretei között. A képviselőtestület most egyhangúan döntött arról, hogy ismét csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló tanulók tanulmányainak támogatására létrehozott ösztöndíj pályázathoz. A diákok november 15-ig pályázhatnak. Az EPEL rendszerben található űrlapot kell kitölteniük, kinyomtatniuk és aláírva eljuttatni az önkormányzathoz. Aki hallja, olvassa és látja a fölhívást, az jelezze másoknak is, mert az a baj, hogyha addig a napig nem lesz beadva az ösztöndíjpályázati igény, akkor utólag már ezt nem lehet korrigálni. Tehát nagyon kérünk mindenkit, hogy aki megfelel a feltételeknek, ez a képviselőtestületben is meg fog jelenni az Emplén televízióban, sőt az Újhelyi körképben is, az nézze meg, és ha úgy gondolja, hogy részt tud venni, és részt is akar venni ebben a pályázatban, akkor a határidőre rendkívüli módon ügyeljen. Szintén egyhangúan döntött arról a képviselőtestület, hogy bővítik az önkormányzat szakfeladatát. Erre többek között azért van szükség, mert az önkormányzat a büntetés végrehajtási intézettel karöltve pályázatot nyert egy varroda elindítására. A Dózsa György úti épületben már megkezdték az üzem kialakítását, és november első napjaiban a termelés is elindul. 26 tartósan munkanélküli személy foglalkoztatására nyílik így lehetősége az önkormányzatnak, kiknek bérét és a hozzá kapcsolódó járulékokat a pályázat fedezi, de a varroda kialakításakor felmerülő költségeket, így a gépek beszerzését is a pályázati támogatásból finanszírozzák. A varrodában gyakorlattal rendelkező szakmunkásoknak tudnak munkát biztosítani. Akik regisztrálva vannak, és különösen akik átkerültek már az önkormányzathoz bérpótló jutatásra, azok kapnak elsőbséget. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Aki még nem került bele ebbe a körbe, az is jelentkezzen be, az is küldje el a jelentkezését, mert abban az esetben, hogyha cserélődés van, mert általában így szokott lenni, hogyha elindul 30 fővel egy üzem, az egy év múlva már lehet, hogy 5-10 fővel is változott, tehát többen elmennek bármilyen okból kifolyólag, és helyettük másokra is szükség van. Tehát nyugodtan, aki szeretne varrodában dolgozni, adja be akkor is a pályázatát, ha már nem lesz hely, mert a későbbiekben cserélődés esetén számítunk majd rájuk. A képviselőtestület még augusztusban hozott döntést arról, hogy kiépítik azt a távhővezetéket, melyen keresztül a korányi 10 szám alatt található lakó tömb is rácsatlakozik a Kotek Kft. Fűtési rendszerére. A bérházat eddig a kórház rendszeréről fűtötték, és az ott élők a szolgáltatásért körülbelül 15%-kal fizettek többet a városi átlagnál. Október 15-én indul a fűtési szezon, és akkor már a várostávhő szolgáltatója szolgáltat ebben a társasházban is. Ez is kiderült a rendkívüli testületi ülésen.